Na, szevasztok, skacok! Akkor a mai részben megmutatom, hogy hogyan kell textúrát cserélni, mondjuk fű textúrát cserélni a mapunkon. Vagy hát, ja, végülis a mapunkon. Jó, mert ugye hát sok embernek, köztük nekem sem nagyon tetszik az a textúra, ami van benne eredetileg. Jó, szép, meg mit tudom én, meg lehet színezni, meg stb., de próbáljuk meg. Vannak annyira szép textúrák, hogy érdemes őket kipróbálgatni. Azt mondja, hogy Epes 19 moc, az jó. Oké. És akkor mondjuk nézzük. Itt textúrák, poppy textúra, kukorica, szójabín, földterületek, grunt textúra. Na, majd lehet, hogy a földet is kicseri, grass textúra. Ezt mondja, hogy hát ez úgy egész jónak tűnik. Olyan valósághűbbnek tűnik, mint a többi. Na, mindjárt meg is nézzük. Jó, akkor ezt le is töltjük mindjárt itt. Ez nem fog sokáig tartani. Na, már meg is vagyunk. Úgyis akkor itt azt mondja, hogy megvan nekünk minden hozzá. Jó, van egy readmink is, de hát az valószínűleg nem fog kelleni. Na, akkor ezt kihaigáljuk ide az asztalra szépen. Oké, na és akkor kicsomagoljuk. Úgyne, és akkor megnézzük, hogy mi is. Igen, azt mondja, hogy ugye kaptunk hozzá két fájlt, bezárom, mert már ezek nem fognak kelleni. Tehát amit tudni kell róla, hogy ez a 4, 2, 4, 5 textúra van hozzá. Ugye van a kicsi, ez a small, a közepes a middle, és a big, amit már tudsz vágni gyakorlatilag, és a levágott. Oké, tehát erről így ennyit kell tudni. És a foliage-be kell, igen, foliage layer, ebbe kell másolni majd be nekünk, de ezt is majd mindjárt megmutatom. Tökéletes, ugye itt a növekedések vannak, meg minden, tehát megvan hozzá minden. Jó, na. Itt akkor más dolgunk egyelőre nincs is. Ugye a DE meg a US. Ez a kettő van. Ugye nyilván amelyik alapmapba akarod belerakni, akkor hogyha az amerikai mapba akarod belerakni, akkor GRASS US XML-t fogod belerakni, hogyha a németbe, vagy hát az európaiba, akkor pedig a DL-be. Tehát gondolom ez egyértelmű. Ezek, ugye ezek a layerek, ezek mind a kettőben ugyanazok lesznek, csak annyi, hogy az XML-t
kell majd máshova belepakolni, hogyha épp a map US-be vagy a map DE-be akarod belepakolni. Na. Itt, majd csak ki fogom nyomni, hogy mit akarok mondani. Na, először is itt bemegyünk a játék főkönyvtárába. Tehát itt annyi lenne a lényeg, hogy ahová telepítetted a játékot. Nekem ugye, mint tudjátok, a Steam-en van, tehát én a Steam-et fogom megnyitni. Ha megtalálom, megvan. Steam Maps. Common 19. Az data. Oké. Okay. Itt megnyitjuk a Foliage-t. Oké. Okay. Tehát itt nekünk megvan nyitva a Foliage. És gyakorlatilag meg se kell keresnünk a füvet. Nem is keressük meg a füvet. Annyira nem lényeges. Oké, most kicsit elszaladtunk már ettől. Na, tehát megnyitjuk a Foliage-t. Tehát megvan nyitva a Foliage-ünk, és akkor mondjuk ezt így szépen bemásoljuk az XML-lel együtt természetesen. Azt mondja, hogy másolás és beillesztés. Ugye kapsz egy ilyet, hogy a célhelyen lévő fájlok felülírása. Ez igen. És így gyakorlatilag készen is vagyunk. Jó? Ezeket itt be is lehet zárni. És akkor most megnézzük a Szászvár Agro mapunkon, hogy kicserélte-e vajon kicserélte-e a füvet. Mert hogyha minden igaz, akkor kicserélte nekünk a füvet, és tökéletesen fog működni. Tehát gyakorlatilag ennyi lenne az egész ahhoz, hogy ki tudjál cserélni egy füvet, vagy fűtextúrát, vagy akár a földtextúrát, vagy bármi egyebet. Oké, na, akkor nézzük. És mint látjátok, itt szépen ki is cserélte már a füvet. Tökéletes. Most elmegyünk valahová, látjátok itt is. Jó, így gyakorlatilag a teljes mapunkon ki van cserélgetve a fű. Most csak azért, hogy lássátok, hogy tényleg az újak vannak benne, itt csinálunk egy, mondjuk ezen a földterületen csináljuk. Oké, itt akkor megnyitjuk a grass-t. És itt a layer state-nél, ugye, a small kis fácskát. Csak hogy mindjárt közelebb is megyünk, hogy lássátok. Ugye ez a fűtextúra volt ott. Kiléptem már innét. Na mindegy. Gondolom azért elhiszitek, meg hát majd látni is fogjátok. Akkor a middle, tehát a közepest megnézzük. Ugye ez is ilyen szép virágos. És akkor mindjárt megnézzük a biget is. Így. És akkor hát akkor megnézzük már a vágottat is. Ennyi skacok. Látjátok, itt van levágva,
itt van az, amelyik a, tehát itt van a nagy, itt van a kicsi, itt pedig a közepes, és gondolom, hogy ez így érthető és világos. Úgyhogy ha textúrát szeretnétek cserélni, akkor így a legegyszerűbb. Jó? Na, hát szerintem szerintem akkor a videóból ennyi is volt, tehát megmutattam nektek azt, hogy hogyan kell cserélni textúrát, ugyanígy a föld textúrát is ki tudjátok cserélni a fű textúrát is, most nem pont arra, amire én cseréltem ki. Hát azért szerintem így azért szebb. De hát mit tudom én, ízlések és pofonok. És ugye hát természetesen ezt is úgy szépen ki tudjuk virágosítani, vagy éppen gazakat beletenni, vagy bármi egyebet. Jó? Skacok, ennyi lett volna. Akkor köszönöm, hogy itt voltatok. És annyit még a térképről, még annyit, hogy folytatva lesz. Csinálgatom, tehát itt, amit jeleztetek nekem hibákat, akik letöltötték már a mapot, jeleztek hibákat, azokat kijavítottam. Legalábbis a nagy részét, ugye itt csináltam már egy bejárót a kukoricaföldre. Akkor az úttestről a nagyja. Itt egy pici azért még van. Legalábbis a nagy része a fűnek el lett távolítva. Ezeket itt így, ahol nem került fű, azt lehet, hogy sarasítani fogom. Úgy néz ki, hogy lesz sármód, de egyelőre nem akarok még senkit sem úgymond befolyásolni, vagy tehát még ez egyáltalán nem biztos, hogy lesz, és a közeljövőben lesz. De ja, még annyit szerettem volna elmondani a térképről, bocsi, hogy itt nem vagyok valami összeszedett, de annyit szerettem volna még elmondani a térképről, hogy vannak újítások, amiket kezdek most már belepakolgatni. Ugye kértétek azt is, hogy legyen több jószág. Hát megpróbálok eleget tenni nektek. Ugye most már készül a disznók, de most per pillanat nem vagyok még. Tehát nincs még annyi időm per pillanat, de már folyamatban van. Tehát találtam egy ilyen szép kis régi, úgymond magyaros kis ólat. Hát ezt 13-ból hoztam át. Hát nem nagyon sikerült, még lehet, hogy textúrát kéne majd javítgatni rajta, vagy nem is tudom, de nagy valószínűséggel fogok rajta megpróbálok legalábbis javítani rajta, úgyhogy még ezen dolgozom, úgyhogy a többi az meg egyelőre még majd várat magára egy kicsit. Hát napokban ki fog derülni, hogy lesz-e sár textúra, és hogyha lesz, akkor mindenféleképpen bele fogom tenni, és akkor majd ezzel is változatosabb lesz a map. Oké, skacok, na köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek a videót, és akkor majd jövök legközelebb is. Na, szevasztok!